micsodák ott a kamera túlsó oldalán? Ez a nagy kérdés. Mindjárt meglátjuk. Szívünk mindent. Na, 11-re. Hú, te, ez is egy skanzen. Zseniális. Igen. És még légkondi is van benne, ez nem semmi cserépkárnak. Azért az nem nagyon megy. Kedves nézőink és hallgatóink, mivel fogok költözni? Délvidéken egyszer voltam, Tótfaluban, készítettem egy nagyon kedves kis filmecskét. Most, ahogy megérkeztem a farkasta... Rókat anyjára. Farkas. Ennyit Erdélyről, sok farkas van arra fel. Itt nincsenek farkasok, ugye Zsófi? Sakálak van. Szóval ez gyönyörű, búbos kemence. És nem vagyok hozzászokva, hogy egy operatőr itt most követ engem, a Zoli. Ez egy nagyon furcsa, akasztják a Hóhért című dolog, úgyhogy... Na, most körbenézzünk, hogyha már így dokumentáljuk a dolgot. Köszönöm szépen. Második meglepetés, hogy a Zoli annyira figyelmes, hogy emlékezett rá, hogy almalé kedvelő vagyok. És ahogy látom, minőségi cucc jött, úgyhogy nem kérhetek pálinkát. Ennyi kész. Nem tudok mit csinálni. Vége van. István, mondanám, hogy... Már jó, akarsz pálinkát? Nem. Almalé. Okay. Főleg, hogy bírssel van. Na, akkor jutsz neki, akkor egy ilyet megpróbálunk, ugye? Persze. Jó. Én tényleg nagyon zavaró vagyok, ne csinálj. Nagy élmény, másodszor a Délvidéken, jó emberek között. Sokat vártak a határon? Nem, mert annyira tehetségesen elcsesztem, pont az ellentétje, hogy a Zsófi mondta, hogy úgy menjek, stb. De csak... Hozott a víz, ugye? A kamionok beálltak. De autópályán? Hát na, tudod, a Pesti leérkezik, hogy csak is autópálya. Minden. Az a helyzet, hogy igen, csak tudod, az a baj, hogy mondtad, hogy offline térkép meg minden. Én pedig... Almos? Köszönöm szépen. Köszönöm, most nem tudom, miért te szolgálsz ki minket, de... Hát most nálam volt itt elég közel. Elég illetlen, de... Dehogy is, hát ez no? Tök jó megy. Alma? Igen, lehet, köszönöm. Nincs benne, nincs benne semmi, ugye? Nincs benne semmi. Akkor Almaléve. Kocsincsunk egészségünkre. Szerusztok. Egészség. Hoppá, de. Szervusz. Egészség. Na, hát akkor Szerintem. Isten, és akkor köszönöm, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy eljöttetek. Mi volt a határon? Sokan voltak? Ne tudd meg. Szer-magyar határon csak jó tapasztalatunk volt. Csak jó tapasztalatunk, István a tanúrám. Mindkét oldalon, mindkét benzinkutat leteszteltem, a WC-ket. Tisztaság, minden rendben volt, profizmus, úgyhogy nem tudok semmi rosszat mondani. És a határt nem is említetted, mert hogy átjutottunk körülbelül 10 perc alatt. Igen, de ez az intuíciónkat követtük, ugyanúgy, ahogyan követtük Zoli és Zsófi felé, hogy bizalommal beálltam egy másik sorba, István azt mondta, öt perc alatt megjártuk a beléptetést, nem volt semmi gond. És még a férfi emberek számára egy rövid zárójelet megnyitok. A szerb oldalon a határ rendészeti hölgy nagyon csinos volt. Tehát, szervusztok! Hát akkor, megint. Állunk föl. Sziasztok! Ja, hello! Stilita! Hozzá Isten! Stilita! Csabálit! Stilita, egy tanítónéni, pont szerb. Pont erről beszélek, hogy szerb nyelvet tanít magyar. Nem, gyerekek. Most már nem. Ja, tanítónéni, de... Most már tanítónéni vagyok, de előtte szerintem megjárt a pályázatot. Négyen nyerik meg az egész országban ezt. Úgy lett el kínesülve, hogy az egész... Éppen a kardiológusokat akartam hívni telefonon, mert itt komoly győzelmek történtek. Vegyed. Meg itt lesz egy ilyen ölelős videó, hogy jött elő. Amit küldtél nekem, van love és van love. Olyan részeket hallod. De Ingrid, az a színpadon készült. Az rohadtul a színpadon készült. De ilyeneket csak szépen a tanítónénit látják. Ja, igen. Na Zoli drága, akkor téged ellenfénybe üljél le, légy szíves, a bubos kemence mögé. Te legalább nem vagy boszorkány, tehát a seprű az nincs. Most még. Hát az előbb volt az is nálam. Tényleg még föl is kell söprögetni Bálint, mielőtt Magdi néni megérkezik, mert kikapunk. Na akkor Zoltán. Egy rövid bemutatkozást kérünk szépen itt a Rókafest kezdetén. Aha, hát én vagyok az operatőr, úgyhogy engem majd ritkábban fogtok látni, de aztán majd néha én is megjelenek, és követem itt az eseményeket, hogy mi történik itt. Most éppen egy újongásnak voltunk a szemtanúi. Megkérdezhetem, hogy miben utazol? Hát leginkább rövid filmekben, videókban. Ez, amit én szeretek, meg embereknek az összekapcsolásában. És amikor ezekre válaszolsz, mindig ilyen komoly vagy?
Igen. Jó, akkor sem beszéltük. Ez is, ezek az extázis pillanatai, most már látom. Jó. Hát ez azt jelenti, hogy jó csalma, amit csinálok. Hát, tudom, nyertél egy IPA-t? Igen. Az egy, és ez mit jelent? Ez egy határon átmúló pályázat, ahol a minimum összeg az 1000 euró. Az komoly. És ez hárman osszák, szóval nem annyi a végösszeg, de hogy... És ez hány éves pályázat? Az egy éven belül? Ez egy és fél éves. Az komoly. Ez egy és fél éves. És az iskolai bántalmazás a fő téma. Ami, meg, ami nekem az egyik kedvencem. Meg úgy általában a bántalmazás. De van az önfejlesztők házában előadó coach, aki ilyen témában van, ő is bántalmazott volt, és úgy képezte ki magát, úgy praktizál. Meg most eszembe jutott, hogy van egy TikTokos csapat, aki megcsinált önmagától ilyen filmet, ilyen rövid filmet, tehát hogy tudunk osztani ilyen kis tartalmat is, hogy legyen szóval. Pesten van egy önfejlesztők háza nevezettű közösségi terünk, ami tulajdonképpen egy ilyen fajta térnyitás. Ja, kérdezi, ki ez a pocsi? Nem hogy ki az autó. Jó vala. Jó. Csokolom. Jó napot kívánok. Fogja Frisztőjök. Hulló Magdolna. Hulló Magdolna. Én vagyok a Magdi néni. Igen, ezt most összeraktuk. Jó van akkor. És örülök, hogy itt. Frigyes, és hogy mondta? István. Ja, hát ez a legkedvesebb név. Hát de ha megtenni, akkor Frici, jó? Mert a Frigyes akkor szoktak engem hívni Frigyesnek szólítani, amikor mérgesek nem. Ja, úgyhogy ez benném van így, hogyha Frici, az a legegyszerűbb. Köszönöm szépen. Kösz. Na tessék. Kösz szépen. Egy pálinkát már vártunk. Hát természetesen. Ez nem szilva, véletlenül? Zoli, olyan régen láttalak, hogy az nem igaz. Hol voltál elveszve? Hát, itt is, ott is. Itt is, ott is. Fázna majd alá. Nem. Én a Búbos Kemence látványára már átlenekedtem. Igen. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Tiszteletem, Fogja Frigyes. Hulló István vagyok. Én örülök. Bálint édesapja. Akkor most már érti, hogy miért kedves érje. Az én számomra az István név? Igen, most már össze van. Most már össze. Összetette. Majd akik jönnek, azokat is, a többségét ismerjük. Uh-huh. Zsófinak a csapata. Tehát mi vagyunk a... új tagok. Az új tagok. Jó, igen. Szuper. Igen. És megkérdezhetem, hogy mit hallott rólunk? Tehát, hogy alapvetően, hogy... Nagy lelkesedéssel várta a Zsófi, mert azt mondta, hogy most ő annyi mindent fog tanulni a Ficitől, hogy... Jó, akkor megyek vissza Budapestre. Beszéltük, jó? Elsőben, jó, oké. És szintén szeretne sokat tanulni? Most ez csak így... Én? Igen. Ó, hát most megfogott. Hát... Figyeljen, én igaziból... Nem is értem, hogy a Zsófi hogy lett az, ami, mert én igaziból vegyészmérnök voltam, amíg dolgoztam, igen. De már nyugdíjas vagyok. Mint az édesanyám, igen. A férjem, ő biológus. Hoppá! Konkrétan ornitológiával foglalkozott tüzetesebben, úgy is ismerik Vajdaságban, mint az egyik ismert ornitológus. Wow. Ő is nyugdíjas lett. Na. A legidősebb lányunk ökológus. Uh-huh. A Bálint fiunk hulladék gazdálkodó. Ez valahogy mind kötődik valamilyen szinten a természethez. Igen. Hogy lett a Zsófi szociális munkás, ezt a mai napig nem értjük, de... De lehet, hogy egy filmes hiányzik a családból most? Hát figyeljen, hogyha lesz a Zsófinak még egy partnere, vagy az öcsinek egy partnere, no. Akkor... Így van, már csak egy filmes hiányzik. Ezeket meg kéne mutatni a világnak, ezeket a csodákat, amikkel ennek foglalkozunk. Örömmel fogadjuk, mert higgye, no. Hogy az, ami nagyon sok ember volt már, aki mondta, hogy ennyi minden, és hogy nem, hogy nem tudnak róla. Uh-huh. Nem tudjuk kamatoztatni. Tehát uh-huh. A kereskedelmi szellem az úgy valahol kiveszett belőlünk, és nem tudjuk eladni azt, amink van. Mert... Nem nagyon gyakran. Szoktak olyan vendégek jönni, akik úgy el vannak képedve, hogy Jézus Mária, mert hogy nem hallott erről a hajót. Mi voltunk olyanok, hogy itt olyan jó, hogy biztos van még valaki, aki ezt szereti. Uh-huh. És azért is csináltuk. Uh-huh. De nem tudjuk őket megtalálni, hogy kik azok, akik az ilyet szeretik. Uh-huh. Nem tudjuk megtalálni. Érdekes. Egy magamfajta ilyen bocsinálta filmes, ha el szeretne tölteni egy hosszú hétvégét itt önöknél, az mibe fájna? Anyagilag gondolja? Igen. Én azt gondolom, hogy most így a szerbiai viszonylatban
a közepes árunk van, vagy inkább kisebb. Európai szinten nagyon olcsó. Nagyon olcsó. Utolsó kérdésem is tényleg nem akar tartani. Hogy itt ennél a gyönyörű tónán, amit itt látunk, itt az ablakon kinézek, itt lehet szörfözni? Lehet szörfözni, meg vannak, mik azok a szappok, vagy micsodákat vettek az ősszel, és akkor azzal lehet menni, meg van egy-két csónakunk, lehet csónakázni, lehet horgászni. Kedves nézők, jöjjenek! Jöjjenek! Fogel Média szeretettel ajánlja Rókatanyát, ugye? Rókatanya? Igen. Rókatanya. Köszönöm. Én köszönöm szépen, kedves egészségére.